Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Higgyék el, hogy a munkámból adódóan gyáravató ünnepségeken, szalagvágásokon, alapkőletételeken viszonylag gyakran van módom részt venni, mondhatnám napi rendszerességgel. De hogy ez a mostani mai alkalom több szempontból, de kettőből, két szempontból nézve mindenképpen különleges, az egészen biztos. Először is hadd jegyezzem meg, hogy ez az első olyan gyáravató, ahol a tulajdonos fontosnak tartotta, hogy a gyár valamennyi munkása jelen legyen. Valószínűleg ez a hozzáállás eredményezte azt, hogy a tulajdonosok ma egy közép-európai sikertörténetet tudnak itt nekünk bemutatni. A másik pedig, hogy gyakran hallok cégvezetőket beszélni az ilyen alkalmakon, de talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy így cégvezetőt beszélni még soha nem hallottam. És ha megengedi, és nem veszi tolakodásnak, annyit hadd mondjak el, hogy nagyon hasonló családi indítatással engedtek utamra engem is annó. Az én szüleim is valószínűleg hallottak hasonló beszélgetéseket, mint ön. A mi családunktól a kommunisták, ha nem is egy téglagyárat, de egy vasgyárat vettek el, és hasonlóan próbálták földön futóvá tenni a családunkat, mint az önét. És az én szüleim is a 80-as évek közepén, végén állami cégek alkalmazottaiként vágtak bele olyan vállalkozásba, amely akkor inkább tűnt kockázatosnak, mint sikerrel kecsegtetőnek, de aztán a kitartás meg a sok munka meghozta gyümölcsét, és ők, ha nem is fémtömegcikk, hanem vasútépítés területén építették fel az egyik legjelentősebb, korábban magyar kézben volt vállalatot, amelyet aztán persze a mai napra már eladtak, de tény az, hogy láttam, hogy mit jelent a nulláról kezdeni, és ha visszaemlékezem, akkor a szüleim részéről is valami hasonló hozzáállást láttam, például a munkatársaikkal, alkalmazottaival szemben, mint ahogy az most az ön részéről is itt meglátszik, úgyhogy engedje meg, hogy őszinte szívből köszönjem meg, hogy ennek a mai alkalomnak itt részese lehetek. Főtisztelendő plébános úr, tisztelt igazgató urak, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napon itt egy magyar ipari kutatásfejlesztési és egy magyar ipari innovációs sikert ünnepelhetünk. Mert hogy Magyarország egy olyan ország, amelyről hát túlzás nélkül állítható, hogy nem gazdag ásványkincsekben, nyersanyagokban, meg energiahordozókban, ezért aztán mi magyarok abból élünk, meg abból tudunk elsősorban gyarapodni, amit saját magunk állítunk elő. Saját magunk állítunk elő, akár szellemi vagy fizikai teljesítményünkkel. Ezért is döntött úgy a kormány korábban, hogy mind a kutatásfejlesztési, mind az innovációs célokra többet fordít, több időt, energiát, kapacitást és pénzt fordít, mint ahogyan az korábban megfigyelhető volt. Ezért is tűztünk ki magunk elé 2010-ben egy olyan stratégiai célt, hogy mi legyünk, Magyarország legyen Európa termelési központja. Mert hogy tudjuk, hogy csak akkor lehetünk erősek a válság utáni időszakban is, hogyha arra építünk, amit mi magunk tudunk előállítani. Ezért is szerveztük át, újítottuk meg gyakorlatilag Magyarországot az elmúlt 4 esztendőben. Ezért alakítottuk át radikálisan, sokszor komoly bírálatok által övezve Magyarország adórendszerét, amely most már azokat támogatja, akik többet akarnak dolgozni, és azokat támogatja, akik több embert akarnak alkalmazni. Ezért csökkentettük jelentősen a kis és közepes cégek társasági adóját, ezért vezettünk be egy kulccsal működő arányos személyi jövedelemadórendszert. Ezért szerveztük át radikálisan az ország oktatási rendszerét, benne a felső oktatást, ahol ma már jóval több informatikust és mérnököt képeznek a magyar egyetemek, mint korábban, és ezért szerveztük át a szakképzési rendszerünket is, ezért vezettük be német mintára a duális szakképzést, hogy mindazok, akik biztosan tudják magukról, hogy fizikai munkát szeretnének végezni, hogy a termelő szektorban szeretnének elhelyezkedni,
ők a lehető legversenyképesebb tudást tudják megszerezni az oktatási intézményekben töltött idejük alatt. Szerencse, hogy vannak olyan cégek, sokan, egyre többen, amelyek felismerik ennek jelentőségét, az ebben rejlő lehetőségeket, és olyan programokat indítanak, mint amelyen ilyet itt Csepregen is láthatunk, és amelynek sikerét most kézzel foghatóan is érezhetjük. És ezért alakítottuk át az ország munkajogi szabályozását úgy, hogy az Európában a legrugalmasabb legyen, hogy a munkavállalók és a munkaadók jogait is megfelelőképpen garantálni tudjuk. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindezeknek az intézkedéseknek az eredményei ma már látszanak, hiszen tavalyi esztendőben a magyar gazdaság elérte a növekedési fordulatot, tehát a gazdasági visszaesés az átfordult gazdasági növekedésbe, és a számok azt mutatják, hogy az idei esztendőben tartós növekedési pályára fogunk tudni állni. Hogyha a sikert, mondjuk annak a sikerét, hogy mi lettünk-e, vagy jó úton vagyunk-e abba az irányba, hogy Európa termelési központja legyünk, azt mondjuk exakt számokkal akarnánk lemérni, akkor segítségül hívhatjuk azt a mutatót, amely azt foglalja össze, hogy egy-egy ország teljes gazdasági teljesítményéből az ipar, a termelőipar milyen arányt tölt be. Ma Magyarországon ez 23%, ez így önmagában még talán keveset mond, úgy azonban már többet, ha világossá tesszük, hogy az Európai Uniós átlag az mindössze 15%, tehát az Európai Unióban jelenleg nálunk a harmadik legmagasabb az ipar hozzájárulási aránya a teljes nemzetgazdasági teljesítményhez, és ezt a jövőben úgy szeretnénk növelni, hogy éllovasok lehessünk ebben a tekintetben is, tehát megcéloztuk az Európai Unióban az első helyet ebben a tekintetben. Elmondhatjuk már, hogy az ország pénzügyei rendbe kerültek, az államadósságot csökkentjük, a költségvetés hiánya tartósan 3% alatt van, és többek között az olyan vállalati teljesítményeknek köszönhetően, mint az önöké, Magyarország versenyképessége is jelentősen növekedett. Most itt egy olyan vállalat sikerét ünnepeljük, tisztelt Hölgyeim és Uraim, amely egy nagyon komoly beszállítója az autóiparnak. Ezért is érdemes elmondani, hogy a magyar autóipar nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy a magyar gazdaság ezeket a fordulatokat, ezeket a számokat tudta produkálni. Gyakran mondjuk azt, büszkén természetesen, hogy Magyarország mára az európai autógyártás egyik fellegvára lett. És ilyenkor, főleg a kishitűek, vagy azok, akik nem annyira érdekeltek Magyarország sikerében, abban meg pláne nem, hogy ezt el is mondjuk, mindig megpróbálják ezt egy túlzott kijelentésnek beállítani. Most azonban szerintem jó helyen vagyunk, ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy miért is lehettünk, vagy miért is vagyunk mára az európai autógyártás egyik fellegvára. Az önök cégével együtt ma Magyarországon 712 vállalat tevékenykedik az autóiparban, vagy az autóipar beszállítójaként. Ezek a vállalatok összesen több mint 115.700 magyar embert alkalmaznak, ennyi magyar családnak biztosítanak nyugodt és kiszámítható egzisztenciát, és mára az ipari kibocsátásnak és Magyarország export teljesítményének is mintegy 20%-át ez az ágazat adja. Ugyanakkor, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudjuk azt is, hogy a magyar gazdaság akkor fejlődik hosszú távon, tartósan, kiegyensúlyozottan, és akkor áll teljes mértékben hosszú távon és biztosan a saját lábán, hogyha erősek, sikeresek lesznek a magyar kis és közepes vállalatok. És ez akkor fog megtörténni, akkor történik meg, hogyha ezek a magyar kis- és közepes vállalatok a szellemi és fizikai teljesítményüknek köszönhetően nálunk működő, vagy külföldön működő nagy nemzetközi vállalatok beszállítóivá tudnak válni. Éppen ezért a kormány, amikor stratégiai együttműködési megállapodásokat köt nagy nemzetközi vállalatokkal, akkor az egyik legfontosabb szempont éppen az, hogy ezek a nagy cégek minél több magyar vállalkozást alkalmazzanak beszállítóként. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is egészen nyugodtan kijelenthetjük itt, hogy olyan cégek teszik hosszú távon sikeressé a magyar gazdaságot és egész Magyarországot, mint az Unirív Kft. Ugyanis azok az országok lesznek majd a válság után sikeresek és erősek, ahol a lehető legtöbben dolgoznak, ahol a lehető legjobb a szakemberek képzése, ahol a lehető legmodernebb technológiát használják, ahol a lehető legerősebb az ipari termelés, és ahol a lehető legerősebb külpiaci pozíciót sikerült megszerezni. Nos, azt látjuk, hogy az Unirív Kft. 110 embernek ad munkát, emellett 60 gépész tanulót képez jelenleg,
korszerű üzemcsarnokaiban világszintű technológiát alkalmaznak. Közép-Európa egyetlen Szegecs gyáráról beszélünk, amely példátlanul széles termékskálán állítja elő a kötőelemeket, és egy nagyon fontos autóipari beszállító, amely többek között az Audinak, az Luca Savariának vagy az Autolivnek is beszállítója, és bár kisméretű alkatrészeket gyárt, amelyek hát komoly precíziót igényelnek, mindemellett elmondhatja magáról, hogy 0 ppm-re képes. És ez most valószínűleg nem érthető a széles nyilvánosság számára. Kérem szépen, a 0 ppm az azt jelenti, hogy minden 1 millió előállított ilyen kicsi alkatrészből 0, azaz 0 a selejtes. És ez egy olyan szintű technológiai, technikai felkészültségről, munkaszeretetről és remek teljesítményről ad tanúbizonyságot, amelynek nyomán érthetjük, hogy hogyan állhatott elő az a helyzet, hogy a világ útjain közlekedő minden negyedik autóban a kuplungot, a lendkerekeket vagy éppen a közlekedés biztonsági alkatrészeket itt gyártott kötőelemek rögzítik. Tisztelt hölgyeim és uraim, az sem véletlen persze, hogy ez a vállalat 60%-ban exportra termel, és az sem véletlen, hogy ma már 25 országban keresik ennek a vállalatnak a termékeit, Mexikótól Németországig és Kínától Oroszországig. Igazgató úrtól hallhattuk, hogy ez a vállalkozás igazából úgy indult, de legalábbis egy nagyon fontos állomása volt ennek a vállalkozásnak a fejlődésében az, hogy egy saját tervezésű és kivitelezésű automata húzó szegecs gyártó gépet épített Póca úr. Nem véletlen, hogy ilyen hozzáállás után egy 10 fővel indult vállalat, miután az első Széchenyi terv keretében megkapta az első bővülési lehetőségeket, miután a legmagasabb szintű minőségbiztosítási követelményeknek felel meg, miután leányvállalatot hozott létre Erdélyben, és miután kiváló szakképzési eredményeket ért el, a mai napon itt egy többek között 192 millió forintos állami uniós támogatásnak köszönhetően új telephelyet tudott létrehozni. És ez az új telephely azt is jelenti, hogy körülbelül 30-40 új munkahelyet fognak tudni teremteni, egy negyedével meg tudják növelni a vállalat termelését, és, ami talán a legfontosabb, újabb tanműhely létrehozására próbálunk szövetséget kötni, hogy minél több helybéli és környéki fiatal tanulhassa itt a szakma csínyát, bínyát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az eredménysor, az Uniriv Kft. Története, az bizonyítja, hogy a magyar kis és közepes vállalkozások ipari innovációs eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú sikerét. És azt is tudjuk, hogy óriási versenyben kell helytállnia az Uniriv Kft.-nek. Mindenki, aki a nemzetközi piacra lép, óriási versennyel szembesül. Így vannak ezzel maguk az országok is, amelyek beruházásokért versenyeznek a nemzetközi piacokon. Szóval annak érdekében, hogy ebben a folyamatos versenyben ott tudjunk maradni az élen, hogy ezek a pozitív folyamatok folytatódni tudjanak, amiről eddig beszélhettünk, a kormány úgy döntött, hogy a következő 7 éves időszakban 50 milliárd forintot költ új tanműhelyek létesítésére. Számításaink szerint ebből az 50 milliárd forintból országszerte 7000 új tanműhelyet tudunk létrehozni, hogy mindazokban a szakmákban, amelyek a magyar termelőipar felfuttatásához fontosak, a megfelelő munkaerő utánpótlást biztosítani tudjuk azoknak, akik Magyarországon ilyen típusú termelő tevékenységet szeretnének végezni. És szintén annak érdekében, hogy versenyben tudjunk maradni, a kormány úgy döntött, hogy a következő 7 éves időszakban megduplázza a kutatásfejlesztésre és innovációra rendelkezésre álló pénzösszegeket, és az előző 7 év dupláját, 706 milliárd forintot fog ezekre a célokra költeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül engedjék meg, hogy magyar kormány nevében gratuláljak a cég tulajdonosainak és vezetőinek, gratuláljak a Póca családnak, amely kitartó munkával ért el oda, hogy Közép-Európa vezető vállalatát tudhatja magáénak a saját szektorában, és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a gyár itt felsorakozott munkásainak, mindazoknak, akik már teljes jogú alkalmazottak, és mindazoknak, akik most tanulják a szakmát. Nyilvánvalóan az önök teljesítménye, az önök munka iránti alázata, az önök becsületes, jó teljesítménye nélkül a mai napon nem lehetnénk itt, ezért köszönet illeti önöket is. Önöknek is további sok szakmai sikert és jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.